két körzet határán tartott sajtótájékoztatót a két képviselő, hiszen a fejlesztések mindkettőjük körzetét érintették. Én azt gondolom, hogy ebben a most már közel 4 évben is Pleyer Tamás képviselőtársammal több olyan beruházás volt, amiben jól együtt tudtunk működni, jól együtt tudtunk dolgozni. Ez a beruházás voltak éppen az előző ciklusban kezdődött, amikor a Benedek Elekovodától terjedő a Gállakótelep irányába húzódó útszakaszt elkezdtük felújítani. Ennek a folytatása történt itt meg a Ságvári út 18B szám előtt. Itt a lépcsőház előtti parkoló újult meg, a lépcsőházzal szemközti parkoló, illetve a Napsugár út felé vezető útszakasz, mint egy bruttó 12 millió forint értékben. Fontosnak tartom, hogy ezek a beruházások folytatódni tudjanak, és szeretném arról is tájékoztatni óváros lakosságát, hogy a jövő évi nagy beruházás az 1,3 milliárdos projekt mellett parkoló felújítások, illetve járda felújítások is folytatódnak a körzetben. A Gállakótelepen élők évek óta a parkolóhely hiánnyal küszködtek. Most egy 26 millió forintos beruházás talán enyhíti a gondokat. Pontos a helyzetfeltárás, a minősítés, hiszen egy panelházas lakótelepen és a Gál ilyen, ráadásul 10 emeletes környezetében mindig a legnagyobb mizéria, a legnagyobb probléma, a legszűkebb keresztmetszet a parkolóhely. Most ezt a szűkséget ismertük föl a tavalyi évben, és nyilvánvalóan a tervezőkkel egyetemben megtaláltunk egy olyan területet, ahol ezt az ínséget tudtuk kicsit enyhíteni. Ez jelesen a 221-es épület előterében mintegy 28, sőt egészen pontosan 28 parkolóhely kialakítása volt. Ugye ez a 28 parkolóhely, mint ahogy a szabványok ezt kívánják, csak is szilárd burkolatú lehet, tehát ezzel az új parkolóhelyek minőségükben is, ugye a korábbiaknál már jobbak lettek, és azt is örömmel mondhatjuk, hogy mind a csapadék vízelvezetésben ez zárt rendszert jelent, mind pedig egy picikét itt a járda építésben, ez mintegy 50 négyzetméternyi új járda, is előre tudtunk lépni, vagyis ez a terület a lakók nagy örömére és remélem szerint megelégedésére valóban szervesen beilleszkedhet a lakótelep logisztikai rendjébe.